Magyar Ódának iskolának az első családi napján, az első összejöveteléig Tiananmenben. Itt mindnyájan ismerjük egymást, viszont van egy-két új arc, és hadd kezdjem rögtön Kovács Katával, ki mindnyájunk számára, ő két hete érkeztek Hollandiába, és már is becserkésztük őt a hollandi, a hágai magyar iskolába. Látjátok, hogy hegedű van a kezébe, tehát zenész ember, énekművésznő, és meg is kértük, hogy szeptembertől kapcsolódjon be a nemzet napszámosai közé, vagyis a tanári karba. Igen. Én át is adom a szót akkor most a pedagógusoknak. Kezdődik a műsor, amit közöltünk az e-mailben is, úgyhogy vagy zenével, vagy rögtön a mesemondással. Kezdődik a zenével, ahogy szoktuk. Biztosan mindenki emlékszik az egész évre. Tehát mindenki tudja fejből a dalokat, amiket eddig énekeltünk, és megkaptátok a kottát a szöveggel. Indulok a bekapáltuk a szőlőket, kezdető népdalunkkal, és csináltunk egy szép csokrot itt a tanult dalokból, úgyhogy megpróbáljuk itt sorba énekelni az egészet, jó? Bye.
válogattunk, hát most elég, volt, amit elég régen énekeltünk, de volt, amit egész frissen, és azt nagyon jól énekeltétek, ami viszont még ma térni, úgyhogy emlékezzetek rá. A sokkal több gyerek van, mint felnőtt. Akkor mesélek nektek az én gyerekkoromról. Ha leülök körülbe, akkor vagyok mindig, de nem ülök le. Mindenki láthasson. Ne képzeljétek el. Amikor én megszülettem, hát lehettem úgy 6-7-es. Egy kellemes kis nyári eső után kisétáltam az utcára, azt ott találkoztam a barátommal, aki már egy fél literre huncutabb volt, mint én. Na, ezek után sárból gyúrtunk néhány ökröt, meg szekereket, meg ilyen szép nagy zsákokat, teli búzával. Aztán felraktuk a zsákokat a szekérre, azt elmentünk a malomba, hogy megőrüljük azt. Csak hogy ugye abban az időben még vízi malommal lehetett őrülni, s a malom éppen nem volt otthon. A Mónár meg ott sétálgatott a víz tetején. Hát mondtuk neki, hívja már haza azt a malmot. Hát öröljük már meg azt a búzát. De erre mit csinál a Mónár? Integet iszonyatos erővel, meg kiabál óbégot. Hát erre haza is jött a malom, az végre megörölhettük azt a búzát. De a Mónárnak nem volt tömője, hogy beletömködje a lisztet a zsákba. Hát lekapta a fejemet, s azzal tömte meg a zsákot. Na, mikor végeztünk, hát elindultam hazafelé, és útközben találkoztam mindenféle fehér népekkel. Lánykákkal is, meg asszonykákkal is, aztán csak hallom, hogy nevetnek. Ha mi nevetek, magig kérdeztem. Magának nincsen feje! Akkor vettem észre, hogy tényleg nincsen. Hát visszaszaladtam a malomba, fölraktam a nyakamra. Azt mentem újra hazafelé, és ahogy megyek, hát az asszonyok még mindig nevetnek. Hát most meg mi nevetnek, kérdeztem. Magának hátul van az orra! Gyorsan a helyére csavarintottam a fejem. Most folytattam az utamat. Na, azt kettőt cseréltem, azt eszembe jutott, hogy jaj, a rostort meg ott hagytam a Mónárnál. Beleszúrtam a víz mellé a földbe. Na, újra visszamentem a Mónárhoz. Látom, hogy az ostor nyeréből írtauzatosan magas van. Azt ott van fönt a tetején az ostor. Na jó, fölmásztam rá! És ahogy fölmászok, hallom ám a villogást. Hallom ám a röpködést. Ekkora hatalmas nagy karvaj, egy ilyen nagy sereg madarat akar elkapni. Aztán fóteszük a madaraknak, meg egyik berepült az ingemnek a derekába, meg a gatyámnak a szárába. Én meg nem voltam rest. Elkötöttem gyorsan egy macaggal. Hú, de volt nekem rengeteg madarom. Csak hogy azok. Igen, elkezdek fiókni, meg kárni, meg beszélt mindegyik a maga nyelvén. Aztán meg fölemeltek a magasba. Jaj, azt repültek velem messzire. Hát az Adriai tenger partján láttam, hogy lent asszonyok mosnak. Azt az egyik főnéz, az főfiát. Ó, de nagy madár! Én meg azt hittem, hogy azt mondja, ódd meg a gatyát! Megoldottam azokat a macagokat! De a madarak abban a pillanatban! Ha kirepültek! Én meg berezuhantam a tengerbe. De akkor átcsaptam benne, hogy a vizet mindjárt széjjel csaptam, az kiszáradt a tenger. Azt a halak mit tudom? Ott ugrabugráltak a szárazon. Mondtam magamba! Ennyi halt! Én még életemben nem fogtam már. Összegyűjtöttem belőle egy párat. Azt mivel már nagyon-nagyon messzire kerültem otthonról, úgy döntöttem, hogy haza is megyek. Hát elindultam hazafelé, ahogy kerültem meleg országba. Na, de csuda ország az a meleg ország. A házakat nem ám a földre építik ám ott, hanem mindjárt ember magassága, jó, föl magasra, az csak létrán lehet hazamászni. Aztán azon kívül még csuda
nagy emberek voltak ám ott, nagy növésűek, meg hát, hogy igazából minden olyan hatalmas volt abban az országban. Hát képzeljétek el, hogy milyen volt a templom? Akkora volt, hogy 4 huszár várta, hogy a mise végén a pap bejelentse az ámentot, azt akkor az első huszár vitt megsarkantyúzta a lovát. Vágtatott a másodikig, a második a harmadikig, a harmadik a negyedikig, és a negyedik meg végre fölkiálthatott a kántornak. Vége van a misének! Na de aki ott megvárta a reggelit a templomban, hogy annak volt csak jó dolga, mert ha szalonnában volt az oltár, az kolbászból az összes gyertyatartó. Na, azt a tornya! Hát az mekkora volt! Na, amikor azt építette a két ágy, az mind a kettő elveszítette a fejszéjét, az egyik fejsze, mire a földre ért. Kirohadt a nyele. A másik már zuhantában ejtette a nyeli, de ahogy zuhant lefelé, hát beleköltözött egy pocsírta. Az vízkét rakott rajta, az tojása is lett, hogy az mire megérkezett a földre. Kiskedtek a kis fiókát. Jaj, azt a harang! Na, hát se fért volna csak úgy föl a toronyba, ha nem csengetyű formájába viszik fel. Aztán szépen lassan megnő. Na, de hogy milyen meleg volt ebben a meleg. 3 nap is volt az égen. Azt a disznajakat csak elég volt leülni. Azt rátenni egy tálcára, kitúlni az ablakon, meg már be is rántani, mert már megsült. Azt lehetett beszegetni. Na de eluntam ám itt álmabban. Hát folytattam az utamat hazafelé. És ahogy megyek, mentek, aj, megérkezek hideg ország. Jaj, ott meg, aj, olyan hideg volt, de, hogy a tojás fehérje olyan fényesre fagyott, újságot is lehetett nála éjszakánként olvasni. Na de ott sem maradtam sokáig, bár még azt még elmondanám, hogy ott bezzeg csak azt tudott beszélgetni, aki az írást is ismerte. Mert amint kimondta a szót, oda fagyott. Most csak melegítve lehetett tehetőtetni és válaszolni rája. Na! Ezek után, hogy mentem hazafelé, úgy meguntam az utazást, hogy az ostormal beleszúztam a földbe, hogy azon meg fölmásztam az égbe. Aztán találkoztam az én nagymamámmal. Hát mondom is neki. Nagyon Isten, jó napot, nagymama! Adna nekem egy kis rekváros kenyeret? Mire a nagyanyó azt válaszolja. Jaj, fiam, hát nem tudtad, hogy mi nem szoktunk enni? Nem? Hát azokon, hogy lehet innen minél gyorsabban lemenni? Kezdtem el megijedni. De volt ott egy öreg ember. Az öreg ember, elmondtam neki, hogy mennyire szeretnék innen most már hazamenni, mert itt lekváros kenyeret se lehet enni. Hát gyorsan eszébe jutott. Azt mondta, édesfiam, hát itt van egy nagy láda korpa, ebből sodorinthatunk egy olyan kötelet, amivel te leírsz a földre. Na jó, meg is sodorintottuk azt a kötelet, de lehet, hogy közben belecsodortunk egy jegeret, mert miközben én másztam lefelé, hát az egén nem elrágta a kötelet, és én ezoltam a földbe. Hely, legelőször is azt hittem, hogy már Jászberényben vagyok a nagy templom sarkában, mert akkorákat harangoztak a fejembe. De ahogy úgy észbe kaptam, hát láttam, hogy nehogy dósán vagyok. 2-3 őnyire a főbe. Hiába kiabáltam, hogy ássanak ki! Nem ásott ki senki, úgyhogy hazamentem az ásóért. Most én magam kiástam magamat. Na! Hát ilyesfajta dolgok történtek velem, amikor gyerek voltam, a többire! Na, a többire! Már én sem emlékszem. Itt a vége, fuss el véle! Gyerek, eldöngötett vége! Járjon végére! Én nem tudom! Én nem tudom! Én nem tudom! Én nem tudom!
Próbáld ezt a párba. Én mindjárt megyek segíteni. Keresztül az egy Azt a lára,
Még egyszer, hopp, jó!
Eltartom hétköznap húz a kenyérre, kenyérre, vasárnap, ha más nem jut már verése, verése. Fél kutya fél, míg az itt van napamért. 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 De melyik a kedvencetek a színekeitek? A fekete tánya, engem szeret a kenbarna lánya. Kivigyem bele kukutyomba, gyere rózsám a kocsimba. Kivigyem bele kukutyomba, gyere rózsám a kocsimba. Nem ülök én a kenkocsijába, nem kenékem a kenbarna lánya. Kivigyem bele kukutyomba, gyere rózsám a kocsimba. Kivigyem bele kukutyomba, gyere rózsám a kocsimba. Akármilyen szegény megint vagyok, a kentlánya szeretője vagyok. Kivigyem bele kukutyomba, gyere rózsám a kocsimba. Kivigyem bele kukutyomba, gyere rózsám a kocsimba. Megentek a halimoni paparazzik is, úgyhogy... Széles mosoly, cíj! De most kell egy csipesz is, tudod benne? Nem meg kell. Ha majd a kérdezik. Mindenki, igen, kapcsolunk. Mindenki. Mindenki. Mindenki.